Nem hétköznapi látvány fogadta október 27-én az utasokat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2A terminálján. A 80-as évek hangulatát idézve másfél órán át a 43-as állóhelyen parkolt a malév első 254-ese, amely 45 évvel ezelőtt érkezett meg Magyarországra. A Légiközlekedési Kulturális Központ változatos programokkal ünnepelte az idén 50 éves 254-es típust. A széleskörű repülőtéri összefogásnak köszönhetően a repülés rajongók azokon az állóhelyeken fotózhatták a történelmi repülőgépet, amelyeken a 70-es, 80-as években zajlott a 254-esek kiszolgálása. LC Aladárt délután a 2-es forgalmi előtérről az 1-es terminál elé vontatták, ahol az LKK felsorakoztatta a korban hozzáillő járműveket az oldtimer előteres autóktól a malév festésű autóbuszokig. Közben az aeroparkban azok a pilóták, fedélzeti mérnökök és utaskísérők meséltek a 254-esről, akik annak idején évtizedeket repültek a típussal. Előfordul, hogy az irányítás megkérdezi, hogy bizonyos távolságon belül el tudnánk-e érni ilyen magasságot, vagy le tudnánk-e ide süllyedni, hogy a forgalom vezénylésére. Akármikor kérdezték, persze. Aztán amikor megvolt, majdnem azt mondom, hogy fele idő alatt, vagy fele távolságon belül, amit ők úgy elképzeltek, vagy szerették volna, akkor nem egyszer kiszakadt belőle a csodá, milyen repülővel van, és akkor mondtuk, hogy 254-es. Ezzel lehetett 50-es varióval is süllyedni, meg 65-össel emelkedni, három hatalmas hajtóművet. Na, ezen a berepülésen például hátra küldtek valamiért, és én lököt nem vettem észre, hogy miért kötik be a válhevedert. Na, hátra mentem, 60-as varióval mentünk föl. Na, amikor beértem a hátsó WC-hez, belenyomtak 75-tel. Annyival lehetett zuhanni. Hát én egyszer csak elemelkedtem, és szerencsére sikerült elkapnom a két kalaptartót. És ott lobogtam vízszintesen a neon alatt, és akkor nyújt fejjel néztek hátra. Űrhajós kiképzés volt, mi? Űrhajós kiképzés. Úgyhogy fantasztikus érzés volt. A Magyarországra érkező 254-esek több szempontból is különlegesek voltak. Míg minden a típust használó légitársaság még az utóbbi években is jellemzően 5 fős személyzettel repülte, a malév már 1973-ban 3 fős crew-val üzemeltette a repülőgépet, ami egy rendkívül előremutató, hatékony és korszerű törekvés volt. Ez pedig a vállalati főpilóta dr. Fülöp András óriási érdeme. Sokak szerint Fülöp András a legnagyobb magyar aviatikus volt. Az orosz fél akkoriban nem tartotta fontosnak, hogy a repülőgép képes legyen a legrosszabb időjárási körülmények között gyakorlatilag nulla látásban leszállni. Fülöp András viszont ragaszkodott egy elengedhetetlen fejlesztéshez, és 1977-re el is érte, hogy a 254-es alkalmas legyen úgynevezett ICAO 2-es kategóriájú leszállásokra, ezzel megelőzve olyan nagy légitársaságokat, mint az Aeroflot. Így a malév az időjárási viszonyoktól függetlenebbül és biztonságosan tudott menetrendszerűen repülni. Kovács Ferenc, a malév egykori vezérigazgatója, ezt számtalanszor megtapasztalta a légitársaság varsói állomás vezetőjeként. Ott vagyunk a terminálon, tele utasokkal, mindenféle légitársaságnak. Hát ugye természetesen ott van a Lufthansa, Swissair, ugye az ászlós hajók akkor abban az időben, ugye nyugati típussal, hát ugye akkor állam számunkra, állam elképzelhetetlen, DC-9-esek, 727-esek még akkor jártak, nem sok, de még akkor volt 727-es, ezek mind elmentek kitérőre. Szóltak a toronyból, hogy te figyelj, már bejelentkezett a Malóvitől a Fájnelen. Ne hülyéskedjetek. Oké, nagyon jó, hallgatom, gyerekek, ha valami van, akkor szóljatok be a walkie-talkie. Én kimentem, amennyire lehetett a pálya szélé, és akkor csak hallottam, hogy vum, leszállt a malév. És akkor mondja a kollégám, azt mondja, te itt bent, tapsvihar, leszállt a malév. A DC-9-es, a 737-esekkel szembe. Bizony az 54-es megállt a helyét. Antolik Tamás kapitány karrierje kezdetén szintén 254-essel repült. Az ő életében is meghatározó szerepet játszott a típus. Pályafutása során egy gépeltérítési kísérletet is átélt, mégpedig 1982-ben Varsóban. A Budapest-Varsó-Leningrád járatot LC Aladárral teljesítették. Már hazafelé tartottak, amikor a lengyel fővárosban zajló kiszolgálás alatt egy gépfegyveres katona rontott be a pilóta fülkébe, és azt követelte a személyzettől, hogy repüljenek Nyugat-Berlinbe. Antolik Tamás volt a 121-es járat első tisztje, aki a közel 6 órás túzdráma végére egyedül maradt a pilóta fülkében a gépeltérítővel. Ahogy néztem a fiatalembert, tudod, úgy remegett a szája széle, tehát úgy
ő volt legjobban betolva. Elég stresszes helyzet igen. volt ez neki. Hát gondoljatok bele, hogy egy ilyen kiskatona 18 éves fejjel arra vetemedik, ez ugye 1982, tehát polgárháborús időszakban megpróbált disszidálni úgy, hogy eltérít egy utasszállító repülőgépet. Csak amiatt izgultam, hogy ott a nagy remegésben nehogy a ravaszon rajta az ujja, hogy véletlenül elsüljön. Mert abban biztos voltam, hogy ő nem egy rossz szándékú terrorista, tehát nem egy ilyen robbantgatós fajta, hanem tényleg csak disszidálni szeretne, és ezt a módját választotta. Nem gondolta, hogy ez nem olyan egyszerű dolog. Horváth Sándor kapitány főpilótaként egészen a típus 2001-es kivonásáig dolgozott 254-esen a Malévnél. Repülhetett volna hosszú távot is Boeing 767-essel, de nem akart megválni az 54-estől. Az akkori 767-es főpilóta kérdezte, hogy nem akarok-e 767-esre menni. Hát mondom neki, nem, mert van ennek a gépnek egy nagy hibája. Hát mi az a nagy hiba? Túl sokat tud repülni leszállás nélkül. Úgyhogy hosszú táv az nem vonzott, ez a repülő meg ugye arra való, a 767-es. Én jól éreztem magam az 54-esen. Voltam egy-két hosszabb kormányjáraton, Nagyváti Sanyi bácsival. Én nagyon szerettem járni a Görög-szigetekre. Nyár az erről szólt. Az október végi 254-es fesztiválon sok ezer fotó készült a Malév első, idén nyáron külső felújításon átesett 254-eséről, az 1-es és a 2-es forgalmi előtéren egyaránt. Az 50 éves típus előtt nosztalgia repülésekkel is tisztelgett az LKK, az 1-es terminál elől történelmi környezetből, az LC Aladár melletti állóhelyről két napon át sétarepülésre vitte az utasokat a világ egyetlen likettese, melyet a Goldtimer alapítvány üzemeltet. LC Aladár rekonstrukciója nem ért véget. Az aprólékos munka a hajtóművek beszerelésével, valamint a pilótafülke és a fedélzet rekonstrukciójával folytatódik az elkövetkező hónapokban.